NB1-es labdarúgó csapatunk vasárnap este 2-1-re győzött a Puskás Akadémia ellen. A szakadó esőben megrendezett mérkőzésen együttesünk első gólját a nyáron szerződtetett Benjamin Laut szerezte, aki a lefújást követően boldogan nyilatkozott honlapunknak. Perfect 30 minutes, I think. After the 2-0 we played not that good at the beginning and so... Szinte tökéletes 20 percet produkáltunk a meccs elején, 2-0 után viszont visszaesett a teljesítményünk. Persze nagyon fontos volt, hogy rövid időn belül 2 gólt szereztünk. Az MTK elleni vereség után óriási szükségünk volt erre a 3 pontra. 2 gólos vezetésünk tudatában védekezésben és támadásban sem hoztuk azt, amit korábban. Ennek az okát most nem tudom megmondani, de biztos vagyok abban, hogy beszélni fogunk róla az öltözőben. Német támadónk az NB1-ben másodszor, az összes sorozatot figyelembe véve pedig 6-szor volt eredményes az idei szezonban. Laut reméli, hogy a gólgyártás vasárnap a Megyeri úton is folytatódik. Yes, of course, I think. It's getting better and better. Azt gondolom, egyre jobb és jobb leszek. A hétközi kupa meccs után most a bajnokságban is gólt szereztem. Ez nagyszerű érzés egy csatárnak, jót tesz az önbizalmamnak is. Remélem, hogy a folytatás is hasonló lesz, különösen a következő Újpest elleni mérkőzésen szeretnék a hálóba találni. Nagyon várom már a derbit, és örömmel tölt el, ha pályára léphetek egy ilyen rangadón. Sokat hallottam erről a párharcról, bízom benne, hogy egy jó mérkőzésen hozzuk el a 3 pontot Újpestről. It was a good game, and we will win this game.